Mariánsz Luká, a Szentlőrincese új vezetőedzője, volt az ETE, a Haladás, a Siófok és a Pápa futballistája is. Edzői pályafutását Szlovákiában kezdte, dolgozott a zalaegerszegi utánpótlásban, legutóbb pedig a szlovén második ligában szereplő Lendva együttesét irányította. Az MB2-be feljutott szentlőrinci keretből mindenki megkapta a klubtól a bizonyítási lehetőséget. Olyan négy mondatot kiemeltem, hogy itt a csapategység, koncentráció, akarat, meg a fegyelem szerintem volt a legfontosabb dolog, vagy a legfontosabb dolgok ebbe a sikerbe. Én azt kértem tőlük, hogy ebbe folytassanak tovább. Igazából azt is mondtam nekik, hogy ez a négy mondat, ez én elveim. A profiligában szerepléshez a közeljövőben infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Ehhez mindhárom feljutott csapat egységesen 500 millió forint támogatást kap Magyarország kormányától. Tőlem balra a kapu mögött tervezzük a vendégszektor kialakítását. Ugye mi korábban is olyan módon oldottuk meg itt a nézőknek az elhelyezését, gondolok itt az ülőhelyekre, ami viszont velem szembe található. Itt ezek a fedett, mobil, könnyű szerkezetű lelátók. Ezt úgy kell képzelni, mint a Lego, hogy ezeket össze lehet szerelni, szét lehet bontani, át lehet helyezni más helyszínre. Ezeket tervezzük a kapu mögé elhelyezni vendégszektornak. Fekete Tivadar sportszakmai igazgató azt mondja, hogy a mobil lelátók mostani helyére pedig kibővített hazai szektort építenek. A fejlesztéseknek vannak olyan elemei, melyekre az MLS-től egy év haladékot kapott a klub. Amire nincs haladék, az biztosan tudom, hogy például vendégszektort ki kell alakítanunk, a pálya vízelvezetését ki kell építeni, illetve amit mondtam, hogy vannak olyanok, amikre kaptunk haladékot, az a villany, ugye a reflektoroknak a kiépítése, a pályafűtés kiépítése, ezeket egy év haladékkal ugyan, de azokat is meg kell majd csinálnunk. Fekete Tivadar hozzátette, lesz olyan időszak, amikor nem játszhatnak saját pályájukon az infrastrukturális fejlesztések miatt. A baranyai lehetőségekről most egyeztetnek.